A első vonal azt mutatja az össz hektár számot, ugye az 70-es évek közepén éri el a 2400 hektáros csúcsértéket, amiből a nagyobb részt, 80%-a a tokai kereskedőháznak, bocsánat, az akkori állami gazdaságnak a integrációjába került a piacra, és nyilván akkoriban a nagy Szovjetunióba tudott szállítani a cég akkor majdnem 35 millió palackot. A éves szinten. Ekkor még majdnem 1200 hektár tartozott a kereskedőházhoz, mint szőlőterület, és majd az urak is elmondják, de ugye pontosan ez a 93-as év környékén voltak az átalakulás, a privatizáció, kárpótlás, és ez a folyamat az egy nagyon bonyolult, és azt gondolom, hogy helyek közben szépen levezényelt folyamat volt. Ezek keretén belül ugye egyrészt a maga a szőlőterület is, az összszőlőterület is lecsökken. Nyilván ekkor kerül ki a társaságtól a legnagyobb terület, és így az 1996-ra már a mai állapotokat veszik föl, és tulajdonképpen 96-tól ugyanebben a szerkezetben dolgozunk. Az azt jelenti, hogy egy ilyen 5500 és 6000 hektár közé tesszük az össz borvidéki területet, amiből nagyjából egy olyan 1000-1100 hektárt integrál a Tokaj kereskedőház felvásárol, és olyan 70-75 hektár az, ami a saját tulajdonában, illetve vagyonkezelésben van. A mai kép tulajdonképpen erről szól, 70 hektárunk van, nagyjából egy olyan 2000 kis gazdával vagyunk kapcsolatban, őtől vásároljuk fel egy középtávú szerződés alapján a szőlőt. Ez körülbelül 1000 hektáros területet fed le, és ez azt jelenti, hogy a szőlő mennyiségnek körülbelül az 1/3-át vásároljuk fel és visszük a piacra. A Tokaj kereskedőház stratégiai küldetése az a tokai borvidék szőlészeti és borászati hagyományokon alapuló fenntartható fejlesztése. Ez egy olyan szépen megfogalmazott, felhőbe felemelt mondatocska, de én azt gondolom, hogy ebben ténylegesen minden megvan írva, ami a feladata a kereskedőháznak azzal, hogy mi a 2000 kistermelőtől felvásárolunk, piacra visszük, és az egyik legnagyobb márka kibocsátók vagyunk, tehát akik a tokai nevet használják és piacra viszik. Ezzel ez a felelősség a ránk hárul, hiszen hogyha jól tud működni ez a cég, akkor jól tud működni a borvidék is. És hogyha ezt meg tudjuk tenni és stabil piacot tudunk biztosítani a szőlész kisgazdáknak, akkor és fent tudjuk tartani ezt a szőlőtermesztési kedvet, akkor tudjuk fenntartani magát a borvidéket is. Illetve nyilván ezzel is. Mit is jelent ez? Hát ugye egyrésztről integráljuk a szőlőtermelőket, ahogy elmondtam. Egy olyan korszerű szőlészeti és borászati feldolgozó üzemünk van, amely már alkalmas arra, hogy a világpiaci igényeknek megfelelő borokat tudja elkészíteni. Ezt olyan minőségbe tegye, ami elfogadott, és olyan mennyiségbe tudja ezt megtenni, ami meg elvárt a nagyobb láncoktól. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ez egy fontos kiemelt szerepe a tokai kereskedőháznak, hogy a világpiacra tudja vinni a tokai bort, illetve a nagyon koncentrálódó keresletnek meg tud felelni, hiszen a nagy láncok nagy igényekkel, nagy mennyiségű igényekkel állnak elő. Tévedés ne essék, a nagy mennyiség itt jó minőséget is követel, és ezt a minőséget konstans módon várja el tőlünk. Ahogy írom is, stabil szőlő és bor értékesítési hátteret tudunk biztosítani a legnagyobb márka kibocsátók, erről tettem említést, és nyilvánvalóan a szakmai képviseletekben is komoly szerepe kell, hogy legyen a cégnek. Mik a célok már olyan értelemben, amiket nagy részben már teljesítünk, és ami mentén dolgozunk? Egyrésztről egy olyan legfontosabb talán az, hogy olyan pénzügyi stabil hátteret tudjunk biztosítani a cégnek, hogy
most nagyon magyarul önjáró legyen, tehát a magyar államnak, mint tulajdonosnak ne kelljen hozzátenni pénzt, tehát amit mi össze tudunk szedni a piacról, az legyen elég és elégséges ahhoz, hogy ezt a stabil hátteret tudjuk biztosítani. Ezeket nagyjából teljesítjük is, nagyjából nem teljes egészében önjáró a cég. Ahogy mondtam, ez az integrátori szervnek a megerősítése, ez abban áll, hogy nem csak felvásároljuk a szőlőt, de a gazdákkal különböző programokon keresztül kapcsolatban vagyunk, szőlőtermesztési tanácsadáson át, a szőlőfelület megújításon át sok mindenben segítségére vagyunk a gazdáinknak. Nyilvánvalóan a szőlészet és a borászatot folyamatosan kell fejlesztjük, tehát a mi meglévő 70 hektárunkat is. Vannak még olyan területeink, amik nincsenek ültetve, még be lehet vonni a termelésbe, illetve nyilvánvalóan a borászatot, mint egy technikát, azt nyilvánvalóan újra és újra fejlesztenünk kell és meg kell újítanunk. Az örökségvédelemben úgy kapcsolódunk be, hogy saját húzáris készlettel rendelkezik a Tokaj Kereskedőház, ezt nyilvánvalóan gondozni kell. Ez nem az a múzeum, amit leteszünk és néha leporulunk, hanem ez egy élőanyagról lévén szó. Többszöri kezelést is igényelnek ezek a borok, amivel foglalkoznunk kell. Természetesen az országos és a regionális szervezetekben részt veszünk és elmondhatjuk a véleményünket. És nyilván a másik is, talán egyik nagyon fontos feladatunk az, hogy ezt a márkát, ezt a tokai márkát nem csak megőrizzük, hanem építeni is tudjuk. Milyen környezetben tesszük ezt? Talán az előzőekben már felsoroltam. Egyfajta túlkínálati piac van, lehet azt mondani, hogy ez egy speciális piac maga, ez a tokai és az édesbor. Van egyfajta túlkínálat, ez nem a túltermelésből fakad, az árak azok nem feltétlenül csak a kristálytisztán piaci alapokon alakulnak ki. Megtaláljuk azt gondolom ezekre a választ, és le fogjuk tudni követni ezeket az igényeket. Nyilvánvalóan sok a helyettesítő termék, és az, amivel mi találkozunk, az, hogy nem feltétlenül van már előnyünk. Meg kell küzdenünk, nem egyértelmű. Az a jó bornak nem kell cégére, ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez sem így van. Tehát ennek egy akár erősnek tekintett tokai márkát is építeni és őrizni kell. Ez egy fontos feladat, a kiemelt feladat a kereskedőnek. Majd említem is, hogy hogyan sikerül ezt megtenni. A szőlő felvásárlással kapcsolatosan, amit már említettem, több ezer gazdával vagyunk kapcsolatban, ez egy olyan, hát évjárattól függően 50 és 100 ezer mázsa felvásárlást jelent. Ez az 50 ezer, ez 2010-ben volt, amikor nyilvánvalóan katasztrofális évjárat volt, és a 100 ezer mázsa az éppen a tavalyi év volt, vagy tavaly, most hát 2011-es, tehát tavaly előtti év volt. Ez a borvidékre szinten egy 500 millió és 1,2 milliárd forint közötti összeget jelent, tehát ennyi tud a piacról a gazdáknak juttatni a Tokaj Kereskedőház. Szőlőfelvásárlással kapcsolatosan el kell mondjuk, hogy a megújult felvásárlási rendszerünk egyedülálló módon teljes automatizált. Az azt jelenti, hogy a gazdák, amikor beérkeznek hozzánk, akkor beöntik a szőlőt a darabba, és onnantól kezdve teljes automata módon történik már a minősítés is, hiszen a mustfokot az automata fokoló méri, nyilván a súlyt pedig méri a mérleg. A szőlészek azért vannak ott, hogy az egészségi állapotát tudják megállapítani a szőlőnek, illetve ha véletlenül valaki összekeverte volna a sárga muskotájt a kurmintal, akkor legyen ott az, aki ezt tudja esetlegesen korrigálni, illetve intézni. Itt ezen az ábrán azt láthatják, hogy pontosan hány emberrel, gazdával vettük fel a kapcsolatot. Itt látható, hogy volt két kiemelkedő év, akkor egyéves szerződéseket is kötöttünk. A lekötött mennyiség pedig olyan 110 ezer, 115 ezer mázsa. A lekötött mennyiség, a hozzánk beérkezett mennyiség az valamivel kevesebb, mert a gazdáinknak 100 mázsát írunk elő egy hektára, de nem mindenki tudja a 100 mázsát
hozni nem akarják, hiszen a termés korlátozás vagy a szőlőültetvénye éppen nem alkalmas arra, ezért aztán egy olyan 80%-os teljesítés a jellemző a gazdáink között. Hogyan is ösztönözzük a gazdákat arra, hogy minőségben termeljenek? Itt megint csak olyan messziről nagyon pici számok vannak. Azt hiszem, hogy a jól látható azért a két fő vonal. Egy felső piros vonal, az alsó az a kék vonal. A felső az mutatja a felvásárlási árak maximumát különböző években, az alsó pedig a minimumot. Látható, hogy ez az óló nyílik. Azt gondolom, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy egész Magyarországon, de a borvidéken biztosan a Tokaji Kereskedőház az egyetlen, ami minőséghez köti a szőlő átvételét és a szőlő árát. Itt látható az, hogy hogyan tudunk és hogyan szeretnénk hatni a gazdákra. A legutóbbi évben az alsó az minimum ár 80 forint volt, a felső 130, illetve külön megállapodással 150 forint. De azt jelenti, hogy majdnem kétszer annyit fizettünk a jobb minőségű szőlőért, mint egy alapminőség. Ezzel szeretnénk a gazdákat abba az irányba tolni, hogy neki is érdemes legyen a minőséget termelnie.